A Lurdi keresztutat bemutató tárla több szempontból is különleges Máriapócson. Ez a nemrégiben átadott közösségi ház első rendezvénye, valamint a tárlat harmadik állomása Magyarországon. A 17 monumentális szoborból álló Lurdi keresztútról maga a művésznő Mária de Fajkút készítette a fotókat. Az alkotások bemutatását a Béres Alapítvány szervezi és támogatja. Béres Klára elnök köszöntőjében azt mondta, amikor megismerkedett az alkotóval, közös döntés alapján hozták Magyarországra a képeket, hogy akik személyesen nem tudnak Lourdesba zarándokolni, itthon is láthassák. Egy elhivatottság számunkra, hogy a hitet, a megváltó jelenlétét közvetítsük az emberek fele. Úgy gondolom, hogy ezekkel az alkotásokkal egy olyan csodálatos élményben lehet része mindenkinek, elmélyülhet, megerősíthet hitében, megerősíthet a reményben, a szeretetben. Tehát egyfajta küldetés számunkra. És hát mivel a test és a lelki egészség együtt jár, azt gondolom, hogy béresként is úgymond kötelességünk ilyen típusú kiállítások mellé állni és részt venni. Mivel a tárlat a szobrokat képeken ábrázolja, új élményekkel gazdagíthatja az érdeklődőket. A három dimenzióban lévő szobor bekerül a síkba. És ugye a mi keleti világunkban a síkban való ábrázolás az elég népszerű. És a síkban való ábrázolás teljesen egy új dimenziót ad, és az új látásmód az tett új gondolatokat és üzeneteket ébresztett. Ugye Krisztus szenvedésének története van földolgozva, és tényleg mi, akik úgy papírforma szerint gyakorló vallásos emberek vagyunk, akik szoktunk látni művészileg igényes vallásos alkotásokat, de mégis teljesen új impulzusokat kapunk attól, hogy ezek a szobrok fotón jelennek meg, és egyébként meg maga az alkotás tényleg megrázóan szép. A fotók alatt a 17 állomáson bibliai idézeteket és a művésznő gondolatait olvashatják az érdeklődők. A kiállítás július 5-e és október 9-e között látogatható Máriapócson.